Best of Morning Show. Oda jött hozzám egy srác, hogy adjak át egy ajándékot a Janinak. És mondom, hát nem voltam már azért annyira józan, nem is nagyon emlékszem, hogy miről beszélgettünk. Adj, de csak milyen van arra, jössz? És mondom, add ide, persze, mondom, ajándékot, hogyne, így, persze, mert figyelj, hallgatja a műsort, és nagyon-nagyon kedvel minket, és legyek és átadni azt a kis ajándékot, és úgy vártam, hogy elővesz, ami becsomagolt valamit, és mondta, hogy ismer téged, hallgatja, és tudja, hogy ennek... megölelt? Nem, tudja, hogy ennek nagyon fogsz örülni. Elővett valami papír fecnit a kezéből, amiből így le lehet tépni egyet. Még mindig nem láttam, hogy mi az. Aha. Mondom, éppen egy nagyon nagy Bacardi sportot szorongattam, fél literest, két deci rummal. Biztos, ami biztos. És nagyon helyes mondta, nagyon szeretem, és nagyon szeretem, letépett egy 300 forintos Erzsébet, tudod. És ezt elküldte. De láttam rajta, hogy tessék, hol van? Hát ez a baj, hogy nem abban a gatyámban jöttem, és még szombaton is eszembe volt, hogy nehogy elfelejtsem neked átadni, mert milyen szép hétfő reggel az, hogy megérkezem, hogy Jani, bulisztem egy kicsit, egy hallgatónk, aki nagyon szeret, küldött neked egy ajándékot. Egy 300 forintos Erzsébet utalvány, de a másik gatyámban jöttem, úgyhogy ne felejtsd el, hogy jövök neked 300 forintos Erzsébet utalvány, mert tudta, hogy ennek örülni fogsz, és mondom, figyelj ide. Azt hiszed, hogy most ez víz, vagy valami, pedig de tudom, nem. Hogy örülni fog, és mondta, hogy nem, ő ezt komolyan küldi neked, de mert jó. Szeretne neked örömet szerezni. És elküldött egy 300 forintot. Kezemben nem volt soha, de... 300 forintot, de most lesz. Erzsébet utalvány. Akart előtte adni valami más, akar már nem emlékszem, hogy nem, ezt nem visszatette, elővett és odaadta. Azt tudom, hogy az szinte mindenre jó már. Igen. És amikor így a gosduban ott valaki 3-4-3, hogy kezedben nyom egy 300 forintos Erzsébet utalványt, hogy add át a Janinak, mondom. Drága barátom, nagy örömet szereztél. Mire fogod költeni? Mit csinálsz? Nem tudom. Nem tudom. Hogy osztod szét? Valamelyik hizé, itt tudom én, valami torkos csütörtök, vagy valami. Lesz még szülinapod? Lesz még szülinapod? Ne, tedd el. Nem, csak küldeni akarok én is valamit. Tehát, hogyha lesz valami, van biztos valami megkezdetlen otthon, egy ilyen bontömböm, vagy én nem tudom, micsoda, én is küldök neki ugyanebben az értékben valamit. Jó, de nem találom meg, hogy nem emlékszem már, hogy se az, hogy ki volt, se az, hogy hogy nézett ki, se az, hogy hogy hívták, semmire nem emlékszem. Sajnos elkezdtem úgy berúgni, hogy elkezdtem felejteni most már egy-két éve. Be tudok úgy rúgni, hogy reggel nem emlékszem mi néhány dologra. Szépen alakulok. Várj, ez az Erzsébet utalvány sztori, ez azért jó, mert ez pont két hete jártak le, azt hiszem, vagy három. Igen. Az Erzsébet utalvány, és szerintem új még nincs. Nem fogadtam volna, sőt. Számon kértem volna, hogy ilyen ajándékot viszont ne küldjön a Janina. Az biztos, hogy most igen? Volt egy ma nagy kampány is volt róla, hogy május vagy június közepén lejárnak. És vége? Kész? Hát és majd adnak újat, de szerintem az még nincs. Azért osztogatta ilyen nagy lelkűen? Aha, akkor ez nagyon kedves tőle. Ez holnap már bekereteztetem, mint a múlt egy emléké. Én behozom holnap, megtalálom azt a nadrágomat, amiben voltam. De mi péntek úgy mentél haza, hogy már nem volt rajta? Mesztelenül szálltam ki a taxiból, arra emlékszem, 4:30-kor. És a taxis még a popódra vett, hogy készítva egyet. Egy piros pöttyös nyakkendővel a nyakamban. Ha ez a vége, Balázs, máskor se hoz pénzt magaddal. Nagyon tetszett, leszek az állandó sofőröd, mondta a taxis. Nem, úgyhogy megtalálom és elhozom neked, mert ezt én a lelkemre vettem, és én ezt tudom, hogy ha valamit nektek küldenek, én azt mindig hétfőn átadom, úgyhogy... Úgyhogy ez volt. Hát kaptam én már itt mindent. Na, hát de látod, hát hallgatnak, szeretnek. Stoppolófát. Most már van Erzsébet utalvány is. Kaptam a múltkor ugye egy ilyen pontgyűjtő akciónak a kis pontjait, amiket be lehetett ragasztani, de már lejártak. Na, megmutatom nektek, milyen képet küldött az egyik hallgató. Én, mert hogy imádom őket tényleg, hogy olyan dolgokat vesznek észre, meg olyan dolgokra figyelnek föl, ami szinte lehetetlen. Ugye van egy M3 nevezetű csatorna, és... ott mennek ugye mindenféle ilyen retroadások, és a retroadásban valaki észrevette egy hallgatónk, és írt egy e-mailt is. És mondom az e-mail szövegét, mert hogy nagyon-nagyon kedves volt, figyelj. Kedves Balázs, hogy lehet ennyire? Várjál, csak megkeresem. Ugye ez nem te vagy, mondd, hogy nem. Tessék? Egész eddigi munkásságodat felülírja ez a kép. Ne. Azt írta, hogy nézte az M3-at távirányított ragadót, és gyorsan csinált egy fotót, mert hogy észrevett valamit ott. És ezt megmutatom nektek. Én a Facebookon fönt van a fotó, ugye mindjárt megnyitja. Ott. Ó, gyerekek! Úristen, de kellemetlen. Rendesen nyisd meg ki az ablakot rendesre.
Ennél nagyobban nem tesz. Itt van. Hát mi volt annak a szörnyű válbetegségnek a neve, ami miatt a bal vállad gyakorlatilag akkorára nőtt, mint a növényi Norbert. A fotó látszik Rózsa György. Gyönyörű nyakkendőben, de nagyon dizájnos ingben. Ahhoz képest ez milyen régi ez a fotó. Egészen jóvágású gallérú ingben egyébként. Minden nagyon szép. Talán a zakó is két gombos, tehát nagyon szép nyakkendő. Jó, a szokásos mosolyával. És a háttérben pedig feltűnök én 12 évesen, meglehetősen durcás feje, hosszú függöny hajjal. Hát a Kázió az nem hétzenés, azért azon látszik. Az Ingre hívnám fel. Is van. Az Ingre hívnám fel a figyelmeteket. Az előre mutató. Hogy azért? Azért az ott van. Rettenetesen durcás fejjel ülök Rózsa György mögött, egy tévé felvételen, gyerekek. És erősen kell, mondjuk a kislány mögöttem már szintén oxigénhiányos állapotban van. Ő neki már felakadt a szeme. Neki már néha is. Neki már felakadt a szeme. Na? Hát ez, figyelj, ez nagyon ott van. Ez nagyon ott van. Nézem. Nem tudom. Bele a kamerába. Miért voltál durcás? Mert még akkor nem volt 45-ös a karod, mint amikor a kar kell egy ilyen újba. Mert hogy egyébként ez, nem tudom, mintha apától volt, vagy örökölted. Vagy... Az inget? Aha. Mert hogy egyébként még másfél olyan kar belefért volna, mint a tied. Jó, egy picit bő újú volt az az ing. Itt már birkóztál? Itt már egyébként igen. Aha. Nyakig begombolva az ing, tehát szigorúan nyakig begombolva. Rózsa György mögött, ráadásul mögé ültettek, érted? És van a szememben egy ilyen kis féltékenység, hogy nézem a mestert. Egy dac. Egy harag. Egyfajta lenézés. Majd én megmutatom. Egyszer nekem is lesz egy ilyen műsorom. Lebigyedő száj egy kicsit az durcít. Az üzenet, igen, hogy mit keres itt ez a bácsi. Igen. Ugye? És ott az anyai. Nagyon komoly. Tényleg. Ott, aha. Ott van. Hát, hogyha ha bizonyíték hiányozna, akkor az anyai, ez ott van. Haj, azért egy jó fodrász, azért ez is el kellett volna, nem? Jó, föltesszük a Facebookra, most egy kicsit olyan dolgokról beszélünk, amit ha valaki nem lát, nem akkor élmény. Látni fogjátok, én azt gondolom, hogy ez több ezer lájkot fog szülni ez a kép, és remélem minél több megosztást is. Igen, mögöttetek, vagy mögöttem a kislányt azért ajánlom mindenki figyelmébe, hogy már ő sincs teljesen jó, vagy nem engedte ki minket, és már nagyon kellett pisilnie, vagy 8 órát ültünk benne, és oxigén. Kislány arc kifejezésen az, hogy úristen, de fáradt. A kislány úgy néz ki, mint az Airplane-ben van, akinek gitáros. És kiütik a karjából az infúziót, amin keresztül egyébként... Tok, mi levegőt. Figyelj, nagyon jó. És figyelj, Rózsa György arc kifejezése a standard, az ugye azért megvan az a fajta kajánság. Hát neki 30 éve ugyanaz az arca. Igen. Ő mindig ilyen kaján volt. Hogy mi a fenét csináltam? Elvittek ilyen csoportos tévéfelvételre? Vagy mi volt ez? Csak gyerekek vannak, ugye ugyanolyan korú gyerekek vannak mindenütt. Nem osztálytársaid? Nem, megnéztem őket, ezek nem a nyolcadikos osztálytársaim, ezeket imádom, meg név szerint tudom mindegyiket. Ez ilyen 500 és 1000 forint közötti tapsoltatás volt szerintem. De vere! Csak egy fagyiért. Szerintem simán. Anyámék elküldtek? Gyerekmunka. Elküldtek gyerekmunkára, hogy menjek el. Látták valaha hirdetést az Expressben. Figyelj! Televíziós műsor felvételre keresünk közönséget. És beültettek. Megkaptam a kis 600 forintomat, mondjuk akkor az nagy pénz. Ugye már a játszóteret vigyük be. De hogy volt, hogy az MTV akkor iskolákból töltötte föl a közönséget a leglegre? Vagy mit csináltak akkor? Nem emlékszem erre. Ti nem voltatok ilyen TV felvételen, vagy nektek nem kellett menni? Nem voltak ismerősök a lányok meg a srácok, nem a birkozó klubba. Edzettetek? És a kislány se kislány volt? Igen, egy bajszos kisfiú, és Ákosnak hívták, csak hosszú haja volt. Új kígyósa, hogy jutottunk volna el a magyar televízióba? Nem volt ilyen, hogy ilyen gyárlátogatás a magyar televízióba kellett menni? Nem voltatok ilyen tévés felvételen? Nekem valami rémlik, ahol Gyufából kirakták a parlamentet, és szerintem azon ültem én ott, valahol kint a Kunigundán, és ez szerintem ott készült ez a kép. Nekünk volt egyszer egy ilyen, néztük a tévét, és ki volt írva, hogy live. De hát nyilván nem volt kiírva, de tudtuk, hogy élő felvétel folyik, és azt mondja, hogy szegény Antal Imrével volt valami ilyen kívánságműsor jellegű történet. És hallod, most van a felvétel, menjünk oda, mind benne leszünk a tévébe. Hárman mentünk el, és utána vissza is tudtuk nézni tévéből, meg volt, aki jelezte, hogy jaj, láttalak benneteket, annyira jók voltak, nem történt semmi. Szegény Antal Imre valamit konferált fel, és mindenki körülötte a kamerában nézett és integetett. Senkit nem érdekelt, hogy mit konferált, senkit nem érdekelt a műsor, az összes ember, aki körülött állt és irgalmatlan élvezte a tévéfelvétel, az csak integetett be a kamerába, anyu, a rokonokra, meg a haveroknak. És az
az volt a debütálás. És visszanézted? Vissza... Persze, igen? Persze. És azt láttad, hogy ott és azt láttuk, hogy ízél, hogy ott van. Az azt jelenti, csak a félfele állsz. Ott vagyok. De mi nagyon visszafogottan ülünk. Itt ránk lett pirítva. Tehát itt nem volt integetés, meg nem volt semmi. Itt volt egy stage manager, aki gatyába rázott benneteket. A műsort nem lehet kikérni, hogy mégis mi volt, mert lehet, hogy többször magadnak is mutatnak, amikor boldog arccal ülsz, amikor vidám vagy, és együtt nevetsz Rózsa Gyurival. Hogy kacagva csapkodjuk a térnyőnket? Igen. Milyen durva lenne, olyan felvételek lennek, hogy ilyen horgácbottal próbáljuk megpiszkálni a fülét, és beleakad a horog. Igen. Beleakad a horog a fejébe. Nem tudom, hogy mikor látta ezt a hallgató, aki elküldte nekünk ezt az e-mailt, de nem háromtól, szerintem ki lehetne kérni a archívból, hogy még ott mi történt ebben a műsorban. Volt-e valami közönségverekedés, kivezettek-e ott egy diákot, de az a baj, hogy semmire nem emlékszem. Hát szerintem ezt el kellene menteni. Hát ez gyakorlatilag az első dokumentált televíziós fellépésed, nem? Itt kaptam fényt? Igen. Ez volt az első alkalom. Most már azon gondolkodtál. Azért egy vagyok ilyen durcás, hogy... Van, egy picit. Komoly a témákkal is fogunk foglalkozni a Balázs Show-ban. Jó, nem csak ilyen hetencs műsor lesz. Igen. Ha ilyen buborékot kéne rajzolni, az egyszer lesz egy saját műsorom, úgy hívják majd Balázs Show. Igen, az abszolút ez van. Undorító ez a popkultúra. Csak a minőség jár az eszemben. De fölkértek egy iskolát, és beültettek oda a gyerekeket 4-5 órára. Hát milyen hogy spórolt hát, ezen? Hát figyelj, olcsó volt. De aki akad szemű kislány, aki ördögűzés előtt áll, ő ismerős volt? Nem iskolatársad volt? Nem, megnéztem, nem tudom. Lehet, hogy csak én mentem egyedül egyébként. De nem, hát akkor ha sulival mentetek volna, akkor ott az egész osztály megy. Ő anyádék tettek oda be. Igen. Kész. Te nem mentél, vagy nem vittek titeket is? A pesti gyárlátogatás az MTV központjában, a Kunigunnal, vagy akkor még ugye a központi tévében nem volt ilyen? Békés Csabára nem jutottunk be a lovasszekérrel, nem Pestre. A Békés Csabai televízióban nem volt ilyen? Akkor még nem volt olyan. Nem volt még semmi? Ahogyis nem. De ilyen az országos matek versenyen szerzett zsinórban 5. győzelmed, vagy a bajnoki címek, azok semmit? Tehát nem vittek fel a parlament? Ja, egyfagyi. Én a parlamentbe se jutottam be, később mehettem már. Nem volt. Nekünk pesti osztálykirándulás nem volt. Salgó-Tarjánban voltunk, ott sem volt helyi televízió, és egyszer Zánkára eljutottam, de az is az ifjúság és úttörő zenekarral volt. Voltam a parlamentben egy télapő ünnepségen. De basszus, te miért jutottál el oda? Én nem tudom. Eminens volt. Én nem megtettem tudom. Azért, hogy elég proli legyek, hogy elvigyenek, meg elég hátrányos helyzetű, túl de pont azon a határon megálltam. Nem tudom. Arról nem vittek el soha. És akkor még nem is tudom, mi tényleg nem is Mikulás ünnepségnek mondták, hanem télapó ünnepség volt, és arról szólt, hogy bemehetünk a parlamentbe, ott föl volt állítva valami fa, és arra emlékszem, hogy úgy köszöntöttek minket, hogy köszöntünk itt mindenkit, és nagyon örülünk, hogy hátrányos helyzetű gyerekek is ide eljutottak. És körbenéztek. És ott ültem, és nem értettem, de nem tudom, hogy kerültem oda. De én nagyon fura helyekre kerültem gyerekkoromban, és mindenkinek osztottak párnát, mert a párnára ülhetél, mert jéghíd lépcsőn meg a kövön ültél. És tudom, hogy nekem nem jutott már párna. Úristen. És jött. Érted már, hogy miért? Jaj, Istenem. Nem jutott párna, és tudom, hogy egy órán keresztül ültem a nagyon hideg kövön, és rettenetesen fáztam, és nagyon irigykedve néztem azokat a gyerekeket, akik párnán ülnek. Majd kiszólítottak mindenkit, és... És volt ilyen, hogy bejött Jeli Stratov Szergé, és azt mondta, nu gyerekek, jönni gyed már osz, remélem jól érezni magatokat mind. Elmondom, mi volt, amire emlékszem, megjött a Mikulás, kihívott random módon néhány gyereket, nem voltam közte, de nem kapott mindenki ajándékcsomagot. Tehát bendült 300 gyerek, és kapott mondjuk 15. Nem értettük, hogy mi alapján. Leadtak a Nupagagyiból 2 részt. Na... Nupagágyiból lement 2 rész, majd visszaadtad a párnát és hazamentél. Hidegkövön ültem, nem volt párnám. Biztos, hogy visszaadtad? Ja, neked nem is volt. nem kaptam ajándékcsomagot, nagyon fáztam és hazamentem. Mert túl jól öltözött voltál. Az nem is igaz, hogy a hátrányos helyzet, nézd milyen függöny hajában. Milyen menő az inget. Igen, már jönnek az SMS-ek, menő az inget, Bali. Bakker, te ölni készültél. Nagyon buta. Szóval télapő ünnepség, Mikulás ünnepség, semmi erre nem volt soha. Nem, a faluban volt. Nekünk persze, hát olyankor ugye már nem lehetett áram a világítani, mert nálunk még nem vezették be, a kis ilyenek voltak. Nem le, elhülyéskedj. Hova jutottunk volna? Semmi. A faluba, bementél az osztályterembe, és akkor jött egy ilyen szánalmas Mikulás, akiről mindig tudtuk, hogy kicsoda vagy a portásbácsi, vagy a karbantartó.
menőnap, menő években. Úgy nem tudom, hogy melyik volt a neked egy, vagy melyik volt a jobb, neked egy meghitt, aranyos, kedves a portázsbácsi, hogy nekem ülsz a hideg kövön, köszöntjük a hátrányos helyzetű gyerekeket egyébként. Nem kapsz erdőcsomagot, nincs párnád, megnézek két nupagágyidészt, majd hazamész. És sodródsz ki a gyerek tömeggel, és nem érted, hogy hol voltál. Tehát mi ebbe a jó? Miért volt a vit? Megint. Mit csináltam? Miért adtak ide be? Miért vagyok büntetésben? Lehet, hogy a tiéd jobb volt egyébként. Sokkal, és mi kaptunk ajándékot is. Vagy almát, vagy szalmabálát, ez a kettő. Jó volt ott a jó szegmény. Pedig egy darab szalmabála. Így van. Nézd, ez pedig vetési burgonya. 20 kiló vitt haza a háton. De a gyermekként ez nagy áhítat egyébként. Nagyon és aztán dolog. Annyira tudsz csalódni. Csak rajtad hogy... nem látszik ez az áhítat, igen. Mert úgy lát. Te rácsodálkozz ezekre a szituációkra, mi a francot keresek itt. Ajándékot csak adtam, párnám sincs, és aztán a Rózsa Gyuri felvétel. Nekem egyébként picit úgy tűnik, így most már itt van előttem a Facebookon, nagyon sokan lájkolták már, hogy egy kicsit, mint hogy anyukádnak üzennél. Hogy ez miért? Még keservesen megváltva. De nem lehet, hogy rossz voltam, és ez volt a büntetés, hogy néha elküldtek egy ilyen Mikulás ünnepségre, néha beadtak a Rózsa Gyuri mögé tapsolni egy 4 órás felvételre, ahol a parlament, én még arra is emlékszem, de most már kezdeni, meg mondom, hogy a parlamentet rakták ki gyufába, és ez konferált a Rózsa Gyuri, hogy nézzék meg, micsoda teljesítmény, de fogalmam nincs, hogy ki kell, milyen osztály, milyen iskola, tehát semmire nem emlékszem, de most így a stúdió. Ezért álltam bosszút a Balázs Show-ba. Nem, ezért álltam bosszút az ingemmel. Jó, rendben van. Ha így akarjátok, akkor felöltözöm. Rózsa Gyurival, apám ingébe? Igen? Na majd akkor lesz nem ulas. Hogy maradnak ezek meg ilyen gyermekkori emlékként egyébként, nem? Tehát tényleg nem lehet... Igazából az a megdöbbentő, hogy ezeket a műsorokat mind a mai napig ismétli. Márhogy a Rózsa Gyuri műsorokat, igen. De hogy egy ilyen Mikulás ünnepség is valahogy így nem tudod, hogy miért pont az az emlék marad meg. Tisztán emlékszem a karácsonyfára, a párnaosztásra, hogy ez így annyira traumatikus akkor szerintem a kudarc miatt, nem? Hogy van egy ilyen gyerekkori élmény, ami egyszerűen így beég, nem? Egyszerűen nem felejted el, és utána egy csomó minden történik, amit az agyad elenged. De egy ilyen Mikulás ünnepség például... Jó, azért erre te nem emlékeztél. Erre nem. Na, látod, erre nem, csak amikor megjött. Élmény. Figyelj, de ha a farmer még megvan, én átveszem. Még az jó. A durva, hogy szerintem jó lenne rád. Szerintem is. De most így nézem, hogy nem olyan rossz. De már kitöltenéd az ujján. Na jó van. Takarékos volt anyukád, úgy vásárolt, hogy jó legyen jövőre, meg azután is. Vali a Facebook lefagy miattan. Igen, de tanulságos a kép egyébként, egyetlen vidám ember van rajta, Rózsa György. Na jó, de hát ő persze. Igen. Ott voltak a mindenre éhes kis diákok, nézték, hogy a mester, hogy a master hogy csinálja a, érted, a show-t, hát ő ennek örül, persze. Az Encore-on fent van a leg. Le lehetne tölteni az egészet? Szerintem simán. Hun HD? Igen. Bali, azt hitték vízfőjű vagy, a Gyuri bácsi nem mert hátra nézni. Igen. A mögötted ülő lány megszállta az ördög. A szemei fennakadtak. Picit olyan. Tehát lehet egy ilyen Rózsa Gyuris ördögűzés volt egyébként. Igen. Vagy nem. És ahogy jövök a mai játékunk kérdése, a mögöttem ülő gyerek közül itt szállt meg az ördög. A telefonszámunk. És hát szerintem egyébként vaciláltak, hogy ki a tébolyú tekintetű kisfiú a függöny hallja, vagy pedig mögötte. Lehet, hogy megkeresem egyébként ezeket a nézőket, azokat, akik azóta fölöntek, összefogunk és bepereljük az MTV-t. Még gondolkozom rajta, hogy pert indítok. Ezt a traumát, hogy beülni Rózsa Gyuri műsorába és nézni 4 órán keresztül egy gyerek oxigén hiányos állapotba kerül fel. Felakad a szeme, hogy mit történt. Én már nagyon durtás vagyok. Őt Emily Rose-nak hívják, és készítettek róla később egy mozifilmet is. A műsor? Tölti a Laci a műsor. Ja, már szeded le? Hát ez nagyon jó. Nem biztos, hogy akarom látni. Jó, figyelj, elég a fotó, nem kell engem rommá égetni. Tehát, hogy jó. De hát, ha még előkerülsz. De nem lehet, hogy egyébként, hogy ennek volt egy előzménye olyan értelemben ennek a fotónak, hogy ez az egyetlen komor pillanat, amikor már rohadtul rátszoltak. Jó van, kis függönyhajú köcsög, most már tényleg maradjál kusba, mert nem tudjuk megcsinálni ezt a rohadt felvételt, és a Rózsa úrnak is van más dolga. Nézzél már magad mögé. Ráadásul, nyissatok meg az ablakot, a kislány nem kap levegőt. Én mondom, hogy pertársak elállapítok. És itt rátszoltak, mert látszik, hogy vádló a tekinteted. Igen. Látszik, hogy valamit nagyon kikérsz magadnak. Vagy miért engem cseszegetnek, az van az arcán. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Michael Jackson dal, gyerekek, és Justin Timberlake. Ez egy vadonatúj dal, és szerintem baromi jó.
Tehát most ez így... De hát Michael Jackson már meghalt. Igen, 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 igen. Előkerülnek a fiókból folyamatosan olyan dalok, amiket Jacko nem fejezett be. És ehhez a dalhoz egyébként Justin Timberlake még hozzáírt egy kicsit szövegben, és így tették össze ezt a dalt. Rengeteg, rengeteg befejezetlen dala van még, amihez vagy egy kicsit hozzáírnak, vagy majd engedik, hogy hozzányúljanak. Na, ehhez engedték. Mi volt és... meg az eredetéből az, hogy sika-csika? Nem, hát annál azért így nyilván több. De hogy... Ez a posztumusz albumának a nyitódala egyébként, mert hogy megjelent egy album a halála után, ami döbbenet, ugye, de hát ez ugye Elvis-től is megszokott volt, a Beatles-től is, nagyon sokan csinálták, rengeteg John Lennon dal került elő, és nem fejezte be, bekerült a fiókba, valahogy előkerült, írt még hozzá néhány verzét a Justin, és így lett ebből ez a dal. Meg az egész album egyébként, amihez nagy előadók hozzá nyúlnak. De hogy mennyire jó még most is, nem? Tehát ha ez a dal ez most elkészült volna úgy, hogy kijön vele a Jacko, nem ír hozzá a Justin semmit, tökéletesen akkor működik. Ugye? Hogy döbbenet egyébként, hogy mennyire Jacksonos volt. Elviekben szerintem az is előfordulhat, vagy az is a jövőben mondjuk így megszülethet, hogy azokból az eredeti hangmintákból, az eredeti dalszövegekből ugyanabban a stílusban írnak majd egy dalt, mondjuk ha már Jacksonról beszélünk, akkor simán le lehetne venni, mondjuk. Az ő énekhangja megvan külön. Sávokon gyakorlatilag össze lehet bakolni belőlük bármit. Hát ha nem simán ő csinálta, lehet reprodukálni azt a hangszint. Ha bárkit meg lehet az Elvis-t is, a Beatles-t is, igen, csak hogyha nem ő csinálta, az ugye akkor egy kamudalnak felel meg. De ezeket ő írta. De ha így is vezetik fel, akkor is lehet világszenzáció. 1983-ban csinálták meg ezt a dalt. 1983-as dal, amihez most még a Justin hozzáírt néhány szöveget. 30 éves. 30 éves. Hogy szól ez a dal még mindig, és milyen, ha valaki ezt majd újra meghallgatja, vagy hallotta? Szóval ez zseni volt. Zseni volt. Na, de jó, hogy ezt játsszuk, ennek örülök. Lassúcska, de szerethető. Ilyen ingben vannak Bali a csillagban az elítéltek. Eltávod kaptál a fiatal körülök börtönéből, kérdezi valaki. Egyébként a leg-leg-leg. Böring, tényleg böring. Egyébként tényleg böring, igen. Benne mély nyomot hagyott az, amikor apukám erőszakoskodott, hogy lépjek fel a Mikulás napi ünnepségen egy dallal. 28 éves vagyok, és azóta is azt dalolom, sőt még a gyerekeimnek is ezt tanítom. Írja nekünk egy hallgató. Balázs, olyan vagy ezen a képen, mint egy gyerekfilm gonosz főszereplője. Zsolt küldte nekünk. Bali, ha nagyon kellett kakilni, miért nem kéretőztél ki? Gyuri bácsi kiengedett volna, nem kellett volna ennyire szorítani. Sátán Ferike húga van mögötted? Bali, már akkor is bukszaszájú voltál. Jó, gyerekek, hát most, de ezt őszintén felvállalni, ez sokkal jobb egyébként, nem? Meg mindenki nézze már szét a fiókban, hogy mi van gyerekkorban. Nézzétek meg a ruhát, nézzétek meg azokat a farmereket, nézzétek meg azokat a cipőket, érdemes egyébként. Na, van egy nagyon jó teória, a Benjamin nevű hallgatónktól a Facebookon. A Balázs a műsor előtt tudta meg, hogy nem őt választották a Dawson és a haverok főszerepére. Igen, és nagyon marci lettem. Igen, Bali már akkor is igényes volt a hajad. Látszik, hogy frissen van vasalva. Látod? Nagy betűvel van írva végig. Nem. Igen. Szia Bali, muszáj fikáznod, én vagyok, aki ott ült mögötted. Forgatás után elmentünk fagyizni. Aláírás Gabi. Igen. Ha valaki esetleg nincs Facebookon, föltesszük a morningshow.hu-ra is, jó, hogy ne zárjuk ki azokat, akik esetleg nem szeretik a Facebookot. Úgyhogy ott is meg tudjátok nézni. De később egyébként úgyis ki fog jönni Blu-ray változatban. És rendezői. Csak mondom, hogy Laci letöltött az egész adást, tehát meg tudjuk nézni, hogy milyen felvételen voltam. Meg tudjuk nézni, hogy mit csinált a mester. És a folyamatot is. És a folyamatot is, hogy tapsoltam. A következménye ez. Ez a fotó. Amit láttok. Hogy volt az elején mosoly és taps, vagy végig mindenki tapsolt. De az milyen menő lenne, végig mindenki tapsolt, és én ülnék őt végig. 60 percig durcásan. Nem? A középső ujjad a feltartalán. A kis fagyar fejét vigyétek vál onnan. Függönyhajú, tapsoljál már. Gyurikám, magadnak egy lépést jobbra légy szíves, mert az a gyerek a háttérben megáll az eszem. Kiengedi be ezeket. Mert az ültetésnél direkt nézik az arcokat, hogy a műsorvezető mögött ugye kompatibilis ember legyen. Hogy került oda a Balázs? Ez alapján, a kép alapján. Ezért gondolom én azt, hogy az elején még nagyon vidám lehetett. Túl vidám is. Gyuri bácsi. Nem köpőcsövezte Gyuri bácsit? Vagy nem volt valami, ami miatt rád szóltam? Nem tudom. Azt tudom, hogy kirakták a rohadbányos parlament egy gyufából, de hogy édesanyám írt, hogy ő sem emlékszik, hogy valaha lettem volna a tévés felvételen. Persze, nyilván most már tagadja. Persze, most már integetőzi, mi ők küldtek oda. 500 forintért. 520 és elvették a pénzemet utána, amit megkerestem. Morning Show. A Klassz FM. Minden gyerekek. A legnagyobb rendben van, srácok. Ja, Istenem. Sose volt még ilyen jó. Sose volt még ilyen jó. Azért volt. Neked nem, mi?
Nem tudom, hogy nekem jó volt-e. Nem, hanem hogy... Nem, képzeld, ellopták a napszemüvegemet. Nem biztos, azt, hogy ellopták, majd még meglátjuk. Meglátjuk. Üldözőbe veszem. Igen, nem mertem hozzányúlni, mert túl divatos volt nekem. Tegnap én láttam ezt egész délelőtt, hogy ott volt a tükör előtt. Van egy ilyen kis polcocska, és ott tároltad, ezek szerint te. Én nem tudtam, hogy kié. Mondom, én nézegettem, mondom, ez fiam, az ennyi biztos nem, mert ezt a márkát egyrészt nem ismerem, másrészt meg nekem ez így túl 2000-es évek. És szerintem... Én mikor már 11-kor bementem a WC-be, ott már nem volt. Ott már nem volt. De miért rakod be a WC-be? Azért, mert sluszkulcsa, telefonnal és napszöveggel kezembe mentem be, és letéptem egy ilyen papírtörlőt. Aha! Ha hallasz. Most még esélyed van visszahozni. Utána viszont igen, keresni nagy baj. Foglak. Ha nagy bajba lesz. Üldözni foglak. Mondtam utánad is, megyek, nem fogsz aludni. Mondtam is a gizinének, hogy nézze, magának szerintem nem áll olyan jól, ez én földobnám a vaterára. 5000-et biztos ér. Nem, biztos, hogy ez van. Nem, mert ilyenkor, amikor találnak valamit, akkor azt szépen ők félreteszik, és akkor majd kiderül, hogy kié volt, vagy pedig leadták a gyártásunkat. Ezt hallottad valahol ezt a sztorit? Az a baj, hogy szerintem... Meg... mit mondjak neki, hogy szerintem hogy már... Szerintem az valaki már, ahogy hívják, valakinek az unokája játszik vele otthon. Mennyi az esélye? Tessék, ez egy nagy próbatétel. Elhagysz egy napszöveget egy munkahelyen. Meg lesz ez a napszöveg. Mennyi az esélye? Szerintem 10%. Körülbelül. Tehát 90%-ban tolvajok vannak? Nincsenek, nem tolvaj ő, azért ez durva. Tehát, ha nem? A tolvaj az ugye, annak van egy ilyen indítatása folyamatosan, hogy lopni. Hát de ez mi? De ez más. Honnan gondolnám már, hogy ez valaki? Így van, tehát hogy nem úgy ment be a WC-be, hogyha ott lesz valami, akkor ellopja. Hanem ott volt egy napszemüveg. Alkalom szülte? Igen, akinek nem volt gazdája. Akinek nem volt gazdája. Alkalom szülte az új napszemüveg. Én például megkérdezni, ki a napszemüveg? Senki? Oké. Okay. Aha, hát keresni foglak. Üldözni foglak, utánad megyek, megtalállak. A családodat is. Túlti, hogy téged nincs esély, hogy megtalál. Ne. A nyomodban lesz. Meg lesz. Hátra, az ember, aki ott fut mögötted, az vagyok én. Üldözni foglak. Keresni foglak. Meg foglak találni. Gyerekek, hát ez szörnyű trauma nekem. Portás kollégák félretették volna, de hogyha meg teljesen egyértelmű, meg ők mondták is, hogy nincs. Hát gyakorlatilag mi két rádió, egy sales, egy újság az, ami szóba jöhet. Szerintem meg lesz, meg hát ugye elég feltűnő lesz, hogy valaki nem parádézik és szembe jön veled. Na most két dolog, most vagy hallja és visszacsempészi, vagy majd hallja 8-kor, vagy nem jön bele, nem jön be többet benne. Vagy nem jön be többet egyáltalán, mert annyit ér a napszemüveg, hogy élete végéig megvan belőle. Van egy érzelemkötődés? Van, igen, ez 3 éve ez a napszemüvegem, és nagyon szeretem. És annyi helyről került már vissza hozzám, és annyi problémát oldottunk már meg együtt, ő meg én. Ez egy olyan kis tárgy, ami most jött vettünk rá. Részt, ő meg én. Annyit kalandoztunk már együtt, ő meg én. Már annyi helyen voltunk. Már a neveden szólít. Így van. Várt reggel a kredencer, kisgazdám, vegyél föl. Ne hagyj itt, kisgazdám. Jó, nem. Mondta ezt idáig. Igen. Mondta ezt idáig, de most már megcsömörlött ettől, és azt mondta, hogy nem, most már új gazdát szeretnék magamnak találni. Ez annyira nem vigyáz rám. Ez a régi gazdám, olyan, mint egy Andersen mese. És te mikor, tehát elég hamar elmentél ilyen 10:30-kor, én viszont elég későn 11:30-kor, és én tudtam, hogy ott hagytam a mosdóba, és visszamentem, és akkor már nem volt ott. És akkor már nem volt a gyerekek, és olyan szomorú voltam. Szerintem a Roli már benn volt. 10 körül. Aha. De most tessék, te meglátsz egy idegen napszemüveget a budiban, a munkahelyen. Mit csinálsz? Fölpróbálod? Elgondolkozol rajta, hogy elviszed? Elkap a kísértés, hogy az egy bulgári napszemüveg. Basszus, jó lenne. Vagy egy rémen, vagy mit tudom én, egy nem tudom, tök mindegy. Bulgári. Na, bulgári, az csak nekem menő. Na most mondj mindegy, de lehet, hogy most legyen 5 forint, tök mindegy, mert annyira karcos volt, ütött kopott volt, hát már nem. Ja, ez a márkája? Azt hittem, hogy ott vettétek. Azon, hogy igen, Bulgáriában, csak én Bulgáriában rövidítem. Igen, a napos parton, igen, Sunny Beach emetük. Nem, tessék, mit csinálsz velem? Én leadnám a portán. De hát nem adtam le, amiként találkoztam a legtöbbet, úgyhogy én vagyok most itt a leggyengébb láncem. Igen, bármit lát, gondolj arra, hogy az enyém. Jó. Tehát ne gondolkodsz, hogy ki lehet. Aha. Na, Bali. De csak a tiéd? Hát én hagyok el mindig mindent. Hát igen. Ott mentél el mellette. Ott láttad az üvegpulton. Megmondom őszintén, hogy mondjuk elég érdekes, hogy a Ferire tippelek, miközben rajtad 3 éven keresztül láttam ezt a napszemüveget, de én azt gondoltam, hogy a Ferié lehet. Hogy van, Ferinek biztos ilyen autós napszemüvege. Hát figyelj, egy nem szólok neki minek. Igazából úgy kinek nyitett rá, vagy a Ferire, egyik se jó, mert hogy nem ragadtad. Nem ragadtad. Én egyrészt ugye nem hagyok el dolgokat, másrészt pedig, ha én leteszem oda, akkor az enyémnek olyan a gyújtója, tudod, annyira vastag az üveg, hogy magától a 60-as ízótól fölgyújtottam volna a budit. Olvat mögött a tükör, mondom, ez a Ferire. Senkire se jó ez a szemüveg, gyerekek.
Meglász annyira kitágította a fejed? Olyan szinten a 64-es fejem az betágított, hogy fölrakod, az lötyög rád, úgyhogy adjátok vissza. Hát, ha a két szállat összekötöm, ez derék szög, neki jól, biztos, hogy Balázs. Nem jó lehet tolvajként élni. Ilyen lelkiismerete nem jó leélni egy életet. Tolvaj, még egyszer mondom, találta. Találás? Találás. Egy évig mindent meg kell tenni a találás. Polgári törvénykönyvben benne van találás. Jogkörében egy évig tegye meg mindent. A hanyag gazdi a hibás, vagy pedig az, aki azt mondja, hogy jó, nem tudtál erre vigyázni? Hát ha nem vigyázol rá, akkor nem is érdemled meg. Oké, a hanyag gazdi, de azért nem egy irális elvárás, hogy egy munkahelyen meg legyen egy szemüveg, nem? Uh-huh. Ki a gyanús? Jó, mondjuk mindenki, ezt úgy... aki eddig napszemüvegbe jön be, és Roli, nem jön. Roli 10-kor itt volt már. Mondjuk ezt úgy, hogy lehet, hogy már 10 óra 10-kor jön be amivel a Norbi, és azt mondja, hogy Balázs, találtunk tegnap egy napszemüveget, beraktam a fiókomba a biztonság kedvéért, nehogy eltűnjön. Simán lehet, de azt tudod, mi kell? Ahhoz be kell menni a mosdóba, egy olyan embernek kell bemenni, aki utána veszi a fáradtságot, hozzányúl a szemüveghez, beviszi a Norbinak, leadja. Szűkítsük hát a ez... női mosdó. Tessék? Csak nő lehetett. Meg a szemüveg igen, formája jó, hogy mondod. Is. Uh-huh. De, és a szemüveg is. És a szemüveg is női, igen. Jó, hogy mondod, tényleg női mosdó. Figyelj, mit csináltam én a női mosdóban? Ja, mindig ott vagyok. Hát meg most a mundiat. Csúnyámat. Ha mit csináltál? Mindig van egy ilyen prekoncepció, hogy a női mosdó tisztább, és aztán rájövök, hogy szörnyű dolgok történnek ott is. Nem csak a férfi mosdóban. Fél, a Zsuzsi meg az Anita felismerik ezeket a prémium márkákat, az teljesen egyértelmű. Ha ők voltak azt... bent, akkor hát ugye sales, tehát tudják, hogy érted, mi az, ami eladható. És szerintem, ha ők voltak, biztos, hogy félretették. 100%. Na mindegy. Na jó, csak 20. Igen. Legyünk ne, őszinték. Nem, ők legyünk ők őszinték. Ennek kicsi az esélye, de hát ez szörnyű világ ez, hogy itt hagysz munkahelyen abszolút. Persze én vagyok a hülye, és aztán és nem lesz meg soha többet. De hát tegyük fel, csak fikció. Lopnak. Bejön az árpi, meglátod a fején. Oda mersz hozzá menni. És a nagy árpi? Igen, nagy árpi. És oda mersz hozzá menni? Hogy és öt tízszer elmondani, hogy nagy árpi? Hogy árpi, tudom, hogy te vagy a legnagyobb árpi, úgyis hívjuk neki nagy árpi. Hogy megmondanám neki. Add már vissza, Léci, a szemben, még... Árpi, mivel te vagy a vezérigazgató, ez a dolog köztünk marad. Senkinek nem mondom el, hogy be akartál lopni. Nem mondtam az, de... Bedd le a szemben, nagyon gyorsan, mielőtt... Dirdur, csicsad, bimbum. Mielőtt csicsad, bimbum lesz. Fej vagy gyomor, árpi. Így van. Mind a kettő. Van neked elég dolgod, mert nyilván nem akarsz egy hétig feküdni otthon. És neki szaladok fejjel a hasának. Igen. Hátra lépek áron, leszegem a fejem, és neki rólam. És aztán elveszed, megnézeket, megtörögeted a lencsét, és észreveszed, hogy ez egy évvel későbbi módon. Igen. Bocsánat, Árpi, nagyon jól áll, megsimogatom kicsit a galiát, megcsinom, leporoz. Ez most miért kellett? Igen. Tudod, és mint a filmekben, a nyakkendőt megigazítom, leporolom a vállát, megsimogatom, és tovább engedem. Oda támasztod a pallat. Mellé rakod a kis táskát, és mondom, Éva, amikor jön be majd, az asszisztens, akkor majd figyelj ma. Istenem, valaki megtámadta, Árpit, megtámadta. Ma 11 óráig úgy megyek majd, hogy emberek mögött megyek, hirtelen elé szaladok, és megáll, megfogom a fejét. És ha nincs rajta semmi szemüveg, akkor tovább engedem. Tartsuk ide! Állj meg! Állj meg rólad, egy tolvaj, állj meg! Elnézést, uram, most vagyok itt először. Vendégségbe jöttem a Rolinak. Szemétbüdes tolvaj, itt vagy az én szemüvegem. Adja vissza az okuláréban. Nem, én egy híres operaénekes nő vagyok. Nem érdekel, tolvaj! Marosán Erika vagyok. Megtéplek. Na mindegy. Aki látott egy napszemüveget a női mosdóban, adja vissza. Jó? Legyetek becsületesek. Váljatok nagyjá. Ez egy lehetőség most a ti életetekben. Mit csinálsz, hogyha valaki bevallja? Őt mit? Nagyját veszed? Azt nem fogja mondani, hogy szia Balázs, én voltam egyébként, hazavittem volna, de most hallottam a rádió, hogy a tiéd visszahozom. Azt fogja mondani, hogy... Megtaláltam és eltettem olyan, neked. Igen, megtaláltam és elraktam. Te beismered, hogy figyelj, el akartam lopni, de mi hallottam a tiéd. Istenem, emberem bevinni, megaláznak, megvernek, megbélyegzett leszek egész életemben, inkább most összetöröm és elégetem. Igen, ha az enyém se lehet, az övése legyen. Ja, gyerekek. Nem, rárakom egy kutyára. De a farkára. Csinálok róla, lehetőleg valamilyen vágott farkú kutyára, csinálok róla egy képet, rengeteg lájkot szedek össze vele, és utána semmisítem meg. Tehát a következő, amit látni fogsz, az az lesz, hogy egy Facebookon egy fotó, egy farok, ami orrnak tűnik, alatta egy mosolyogó száj, ami valójában nem az, hanem egy végbénynyílás, és rajta te napszemüveged. Jó, most egy vicceskedő fotó. És megkapom e-mailben. És ez lesz az utolsó. Igen, megtalállak. Lenyomozlak IP cím után, oda megyek, felgyűjtöm a házadat. Igen. Végignézem, ahogy a gyerekeit kivonszolják magukat. És... Igen. És utána bemegyek az égóházba, és még téged is kivonszollak. Az abban, hogy hármunk közül. Kinek van kutyája? Uh-huh. Kinek van rövid farku? Igen. Kinek van? Rövid kinek van azért néz ki, jó? Hogy mintha mosolyognak seggel? Igen. Amin
mindenének. Igen. A rövid farok azért jó, mert ugye egy kis órot csinál neki, szemüveg, én is raktam a snauzerom hátuljára mini napszemüveget. És akkor megvolt a napszemüveg, a farok része volt az orr, és a kis lyuk volt a száj. És nagyon mosolygott. Sőt, ha úgy kakilt, akkor úgy nézett valaki, mint ha a úgyis, hogy meg is fogom várni ezt egyébként, ezt a pillanatot. Hú, de csúnya, beteg barna nyelven van ennek a fura arcú bácsinak. Itt vagyunk, és ugye egy érdekes kísérletet folytatunk, mert hogy Kanadában egy sörös cégnek a marketing ügynöksége kitalálta, hogy el kell mondani a himnusz, ha az ember be akar lépni egy kocsmába, és ki akarja magának nyitatni a hűtőszekrényt, csak akkor tudja kinyitni, ha ugye először csak akkor engedik belépni, és aztán csak akkor engedik kinyitni a hűtőszekrényt, ha el tudja mondani a himnuszt. A kanadai himnusz, és hogy rengetegen elvéreznek, váratlanul érinti őket a kérdés, vagy éri, és egész egyszerűen nincsenek rá felkészülve, vagy hát nem tudják. Nem tudják. Az első verszakot. Viszont egyre több a művelt alkoholista az országban. Így van, aki állandóan kinyílik az ajtó. A kísérlet arról szól, ugye arról beszélgettünk, hogy magyar emberek közül nyilván hányan tudják azonnal, odalép hozzájuk egy műsorvezető, és azt mondja, hogy szia, hogy hívnak, Aranka, himnusz első verszaka, tessék. Hogy tud-e egyáltalán bármit mondani? Te azt mondtad, hogy 5-ből 4 simán elmondja. Ugye mondtad, hogy talán egy elhibázni, szerintem annál lehet, egy kicsit rosszabb az átlag. Nyilván az 5 az még nem egy reprezentatív szám, tehát még 100 vagy 200 embert kellene megkérdezni, de meglátjuk. Hello, Feri! Feri még nem. Itt állok egyedül az aluljáróban, sehol nincsen senki. A biztonság kedvéért elmondom én. Hello, Feri, van valaki az aluljáróban? Kérlek szépen, az egyik helyen furtak, a másik helyen beszélnek, de megoldjuk. Ó, szegény. Következő a helyzet, semmi gond, már jövök is. Kezeit sokkolom, egy morning show-s ajándékért a himnusz első verszakát el tudja nekem mondani. Nem kell semmit mondani, csak ezt rajta. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel, Barsos, akit régen tép, hozz rá víg jövendőt, megbűzötte már a nép a múltat jövendőt. Nem jövendő. Nem jövendő. Stressz. Stressz helyzet. Jó. Egy szó, semmi baj, köszönjük szépen. Semmi baj. Megyünk tovább. Figyelj, Feri, próbálj olyanokhoz menni, akik vagy nincs headset, mert ugye, ha egy ember egyszer hallja, akkor utána már elmondja, vagy látod rajta, hogy nem hallgatnak rádiót, abszolút. Tehát, hogy headset se legyen. Jó, azért, az király, jó. Mindenki. Okay. Hello, szia, ne haragudj, hogy olvasod. Ja nem, én nem haragszom, hogy te olvasod. Morning show-s ajándék csomagért, ha a himnusz első verszakát fejből nyomod, akkor a tiéd rajta. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Igen, ez egy másik Igen. Ez a szózat volt, tudod, de akkor ő kibukott, ugye? Próbálj meg még egyszer. Vagy adjunk neki még egyet. Csak kíváncsiak, most még egyszer. Végül is nem tévesztette el. Nyújts felé a védőkart a küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá véget szendőt. Megbőhette már a nép a múltas jövendőt. Hát eddig van egy hibánk, most már ugye beugrott neki, de van egy hibánk, meg van egy, aki a szózatot kezdte. Tehát ez nem egy jó statisztika. Várjál, ez védhető lenne, mert hogy a himnusz nem tévesztett el, hiszen a szózatot kezdte. Tehát eddig nem állunk jól a kettőből. Oké, okay, köszi, igen. Férfi ember következik. Szia, ne haragudj, kapsz egy morning show-s ajándékot tőlünk, még akkor is, ha elfordulsz. Hello, semmi gond. Nem állsz meg nekünk, jó, te nem beszélsz, akartam egy igazi férfit. Ő hallgatta az adást is megijedt. Nem, nincs rajta se füles, tehát hogy nem volt befolyásod. Az jó, tényező. Egy pasira kíváncsi. Egy morning show ajándékcsomagot szeretnénk neked adni, de hát ne nyújtsd még a kezed. A himnusz első verszakát rajta. Isten áld meg a magyar jókat, a bőséggel, nyújtsd fel a videókat, a küzdelenséget. Nem jobb. Ne segíts, Feri, ne szólj bele! Itt megakadtunk, mondtam, megakadt. Hogy nem jobb, de ez se segített, jó, hanem bal. Igen, bal, sors, igen, bal sors. Tehát három. Egy igen, szózat, három. Gyerekek. Egy, aki elakadt, és egy, aki végül is elmondta, de rosszul mondta. Csókolom maga, vállalja életem. Himnusz első verszak. Isten áld meg a hagyat, jó kedvel, bűséggel. Nyújts feléje védőkat, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hoz rá véges rendőt. Megbűnhötte már a nép a múltat jövendő. Az első hibátlan. Ez az, megvan az első hibátlan. Négyből köszönöm egy. Szépen. Gyerekek, négyből egy. Most miért adtál neki? Laci osztja az ajándékcsomagot, gyerekek. Hát így nem ér. Na úgy állunk akkor ugye, hogy... Négyből egy, Feri. Négyből egy, jó, csak akartam egy ilyen fiú-lány idősebb fiatalat. Itt egy kedves páros ül, ne haragudjatok, hogy megzavarlak benneteket. Sziasztok, szeretnénk adni nektek morning show-s ajándékcsomagot. Himnusz első verszak rajta. Himnusz első verszak. Helyeszik. Azt mondja, hogy tudjuk pedig. Aha. Jön. Isten áld meg a
meg a magyar. Itten áll meg a magyar jókedvel bőséggel, gyűjts feléje védőkarta küzd ellenséggel. Balsószaki téglen nép, hozzá elvégeztendőt, megbűnvölte már a nép, a múltat sörendőt. Az ötödik. Az ötödik hallgató ketten tették össze, mert a fiú nem tudta volna, itt a lány tudta egyébként, a fiú ezt nem tudta volna elmondani egyedül. Ez nagyon... Nem, csak rákészült. Hát tudod, hogy versmondás előtt mindig egy picit kiúzod magad, könyintesz. Az elakadás az érdekes, amikor megáll, tudja folytatni, és ott mindig a lány besegített, mert ugye ha hallod, akkor beugrik, de hogyha nem, nincs az, aki neked segít beugrasztani, akkor nem tudta volna elmondani. Azért ez megdöbbentő. Jó, ki van még, Feri? Már is megállítom a következő hölgyet, nem állítom meg, mert nem örül nekünk, ők sietnek a buszhoz. Azt mondja, hogy ne haragudjatok, egy terfolyra haragudjatok, jó? Jukra varhatok, igen, hát tudod el a himnusz első verseket fejlő rajta. Isten az meg a magyar, kiket nevőségre, úgy sem éljen végülse a küzdelem sülünkre. Másos a küzd régen tűz, ha te a végen szemlít, reped az üveg. Jó, tökéletes. Kicsit az asitári hegyek alatt. Igen. Picit. Ott nincs nagyon térerő. Feri, hol vagytok? Mert egy picit rosszul hallunk, hogy bementek. Buszpályaudvarra jöttünk. Buszpályaudvar. Túlerő, vagy nem, vagy fúztak. Ez a kettő volt, ami megakadályozott. Azt hittük, hogy már a csitári hegyek alatt vagy. Igen. Jó, még olyanhoz menj oda, aki egyedül van, jó? Jó. Egyedül is próbálok, mindenki várok. És akitől nem vennél vokkot, vagy pamudzok? Ez így egy sem volt, hogy egyébként megdöbbenni, mert lehet, hogy ők is tudják már. Megvan, egy ilyen emberhez. Nem jó az arány. Ez nagyon veszélyes, gyerekek. Ilyen, ne haragudj, hogy zavarlak. Egy másodperc az egész. Himnusz első verszakát tudod ezt elézőt. Úgy, hogy azt mondom, rajta. Isten áld meg a magyarok, hogy a készsége, műsorai végépat, és így ellen. Van, hogy fékintés, hozzá végeztendőt, megbőtte már a nép. Na, megbőtte már a nép. Léci. Ne segíts, Feri. Múltat, sem. Hát, félre, az utolsó fél sorral az sem volt tökéletes. Jó, hát figyelj, volt, aki szózatot kezdte, volt, aki elhibázta, volt, aki ketten tették össze, tehát összesen a 6 vagy 7 próbálkozásból talán kettő volt, aki cson nélkül elmondta, aki elénekelte, meg még egy, és nem hibázott egy szót sem. Tehát ez 7-ből, vagy 6-ból, vagy 7-ből kettő. Itt vagy, Feri? Igen, az énekes az 2 pontot ér. Az énekes az tökéletes volt dallamilag. Igen, de most nem is ez a lényeg, hát nem ez volt a kísérlet célja. Na, az a lényeg, hogy ugye arban fogadtunk, vagy arra próbáltunk meg egy ilyen kis tippet tenni, hogy 5 emberből hányan tudják, és hányan nem. Jani mondott, azt hiszem 4-et, hogy tudja, én mondtam 3-at, hogy tudja, és hát az a helyzet, hogy nem tudja. Én nagyjából erre számítottam, igen, most hozz rá, vagy hozz rá, így többen máshogy mondják, de most ilyen pici dolgomban már bele se kapaszkodunk. Egy utolsót, jó? Egy fiatalt, ha van, mert engem az érdekel, hogy a fiatalok tudják, és szerintem az idősebbek nyilván sokkal jobban tudják. Ha van ott egy egyedülálló fiatal, srác, lány. Ez az utolsó fiatal ember, ez az utolsó fiatal ember volt, és egyedülálló volt. Tessék, és már is lecsesztek bennünket itt. A hölgy megérkezett az Alavolán buszával, és üvölte, mondta, hogy majd én megmondom, nem hoz rá, hanem hoz rá. Igen, abban már bele sem mentünk, igen, azt nem igen, is értjük fel igen. Hibának. Igen, egyetlen egy fiatal embert nem tudok neked a buszpályaudvaron felvonultatni, megvan. Szia, amíg megyünk. Ha annyit szeretnék tőled kérni, hogy a himnusznak az első verszakát mondd el nekem most rajta. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkat, nagy küzd ellenséggel. Új, fáradt vagyok. Ne segíts, Feri. Valsas, akit égentél, hozzá rá végeztem, megbűnhette már egy pultat csövendőt. Köszönöm, igazi király vagy. Na, kérem szépen, egy fiatal ember volt. Jó. Azt mondta, hogy ráadásul nem is aludt. Igen, hát ő is reál rá, de hogy az igazából, azt nem is nézzük ki hibának. Hát igen, azért ez nem túl biztató, maga az eredmény. Oké, köszi, Feri. Egészségünkre. Vigyázz magadra visszafelé. Jó, ne hülyeskedj ezen a 200 méteren. Azért mondom, hogy nagyon messze van. Mi le valahol? Ciao. Hát figyelj. Ez 8-ból talán az ideig, egy ideig jegyzeteltem, aztán abba hagytam, mert meglepett egy-két dolog, de hogy 8-ból 3 volt, aki mondjuk tökéletesen elmondott, a reál rá nélkül, tehát azt mondjuk ne is számítsuk hibának. Ebben nyilván benne van a stressz, tehát hogy az, hogy így hirtelen valaki odalép, ekkora, mint a Feri, tök ijesztő, árnyék vetűr rád, értel a feje fölött kondorkesőjük köröznek.
És akkor odalépnek, és akkor azt kérik tőled, hogy, hogy gyakorlatilag... Na jó, de ez nem olyan, amit álmodból fölkezd, legalább az első verszak, tehát hogy... De. Ugye, hogy azért ezt, ezt kell tudni. De. Na jó, de. Érdekes. Az a durva egyébként, hogy nagyon sokan, köztünk én is, például a szovjet himnuszt, azt így legalábbis az első verszakot így, így fújja az ember, mert hogy az ember az na, emberbe beleverték. De ne, de most komolyan mondom, tehát hogy ahol beléd verték ezeket a dolgokat, és hát természetesen a mi nemzeti himnuszunk is ilyen, meg hát a komcsi himnusz is. Ja, tessék akkor egy ilyen kis induló, amit nekem 8-ban kell tudnom, folytasd. Indulj az útra, és vissza ne néz, múltad a fájó bús ezer év. Úristen, hát ezek álltunk a kis nyakkendőm, és ezeket kellett énekelni, te jó is. Morning Show. A Klassz FM. Érdekes cikket olvastam, ami tök komoly, és bár nem hal minket az American Airlines-nak az igazgatója, de gondolkozhatnánk azon, hogy mivel tudnánk az ő munkájukat segíteni, mert hogy fizetéssé akarják tenni a WC-t a repülőkön. És ugye, ha ezt bevezeti egy valaki, megmeri lépni, egyébként szerintem megfogják, akkor pillanatokon belül egyébként mindenki meglépi, mint ahogy jött egy fapados, jött rengeteg fapados, letiltották a kaját egy helyen, mindenki letiltotta, elindult a spórolás, mindenki spórol. És érdekes a dolog, miért akarják fizetősé tenni? Tessék, mondjatok két okot, hogy szerintetek bevétel, vagy csak koszosak a WC-k, nehéz tisztítani, mi az oka? Fizető. Tuti a bevétel miatt. Tuti. Egy euró, két euró, két dollár, három, de tehát fizetősek lesznek hamarosan a WC. De most gondold el, tehát a WC. Kis dolog egy euró, nagy dolog két euró. Hát gyere be csak. Még nagyobb baj, három. Én csalok. Én egy eurót fizetek, de olyat oda teszek. Ha is hányom magam után. A pufajka ujjat lerakom neked, és utána behívlak téged. Ez megint totál lehúzás. De egyébként ez teljesen nonsens. És akkor olyan lesz, hogy ajtónyitós, tudod be kell dobni az egy eurót, és ha nincs apród, akkor... Váltanak neked a sztyúvik, igen, ha nagyon kell, akkor előre kell gondoskodni arról. Nagyon egyszerű oka van ennek. Rájöttek, ugyanis kiszámolták az American Airlines-nál, hogy mennyi bevételtől esnek elők azért, nem azért, mert nem fizetsz a vécért, hanem mert teli hólyaggal szállnak föl az emberek a repülőre. És ha te teli hólyaggal szállsz föl a 200 utasból 100, mert azt mondja, hogy nem baj, majd a vécén, a repülőm, akkor sokkal több kerozin ég el. Nem, mondd már. De, ezt halálosan komoly. Kiszámolták, képzeld el, tök komolyan, hogy ha egyetlen egy olajbogyót kivesznek mindenkinek a kajájából, akkor az évi 40 ezer dollárnyi üzemanyag megtakarítást jelent. És elkezdték számolgatni, hogy mi mennyi. Ha leveszik az olajbogyót, akkor az már 100 ezeres nagyságrendeket spórol meg. Ha például a fedélzeti képernyőket, ami csak egy plusz szolgáltatás, kiveszik, ami 3 kiló, évi 39 millió dollár spórolnak meg a légitársaságok, és akkor is 21 milliót spórolnak meg, ha minden utasnak adnak egy tabletet az út elején, hogy azon nézzék a filmeket, mert hogyha minden utasnál volna tablet, ami most már azért van, és mindenki a sajátját hozza, ami nehezebb, nagyobb, nem tudom, az 7 millió dollárral növeli meg az üzemanyagszámlát. És ha fizetőssé teszik, mit mond majd az utas? Tök jó. Azt mondja, hogy inkább elmegyek még a reptéren. Ingyen van. 20 dekával leszek könnyebb. Viszont ha 200 ember 20 dekával könnyebb... Az egy komoly súlytöblet. Komoly súlytöblet. Az egy komoly súlytöblet. Az egy komoly súlytöblet, számolnánk ki, ha tudnánk most gyorsan váltani, de nem megy ilyen korán reggel. És az évente nekik x millió dollárt jelent. És először kivesznek egy olivabogyót, kiszámolják, hogy mennyi, mert a sok olivabogyó egyébként évekre összeadódva tényleg okoz. Hát lehet, akinek az olivabogyóhelyett kapribogyót, érted? Apró is, kisebb is, az a más spórolni. Miért rajtad próbálnak meg spórolni? Azért rajtad próbálnak meg spórolni, mert hogy sokba kerül a reptetés. Kiszámolták azt is, hogy a magazinok reptetése. Ugye? Teljesen egyértelmű, veszed, tök hülye magazinok, semmi nincs benne, parfüm van benne, hány gépe van a légitársaságnak, igen, van igen. Benne, hova repül a légitársaság, meg három modellcsaj, meg két modellcsávó van, milyen farmer van. A magazinok reptetésének éves üzemanyag költsége 5,7 millió dollár. Hát az összerakszott 200 magazint, az nem tudom hány kiló, és azt átszámolták. És ezért fizetőssé akarják tenni a WC-t. Elmész WC-re? 20 deka súlyt ledobsz, és a 20 deka súlyon pedig azt is kiszámolták, évente 2,1 millió dollárt spórolnának meg, ami azt jelenti, hogy ez körülbelül most ugye elég gyenge a forint, 2 millió dollár, hát az mennyi egy ilyen, 500 millió?
Hát az nagyon kemény. Óriási. Igen, de hogy csekkolnak meg? Durván 500 millió forint. Bemész a megnedvesíteni a homlokodat, vagy a tarkodat. Arra kér ilyen nedves törlőkendőt. Bedobsz mondjuk egy izét, bedobsz mondjuk, hogy tudom én, 50 centet, akkor csak kis nyílás nyílik. Ha bedobsz mondjuk egy eurót, akkor meg nagy nyílás nyílik. És akkor így le lehet csekkolni. Mit csináltál? Kicsit vagy nagyot? Hát vagy lesz sárga lámpa, barna lámpa? Hát igen. De nem, hát nem, rosszul gondolkoztok. Mert hogy aki könnyít magán, igen, az fizessen kevesebbet. Aki nagyot könnyít, mert ő könnyített magán nagyot. Tehát már a kinti WC-k is adjanak igazolást, hogy én nagyot végeztem, akkor az nekem legyen olcsóbb, hiszen spórolok a légitársaságban. Igen, de én a repülős WC-kről beszélek, amikor már fönn vagy. Ők kinyomják azt a levegőbe? Nem, azt viszik magukkal. Azt viszik magukkal, igen. De akkor mi ez a nagy vákum, ami ezt így kiszívja? Mindig azt hiszem, hogy kimegy a levegőbe. Tudod, lehúzod a repülőn a WC-t, és így én... Ezt még nem tudom. Az a másik pilóta nem bízik a főnökben. De mindig arra gondolok, hogy úristen, ha egyszer erre rá kéne ülnöm, hál' Istenem, és sosem, biztos, hogy a vesém így kiszívna belőle minden, és hány ember lehetett, úgy, aki nem merte megnyomni, mikor ott ült, nem? Hát a repülő, hogy a WC-t megnyomsz, azt hiszem, hogy lezuhan a gép konkrétan. Milyen hangja van? Az kimegy a levegőbe. A startályba megy? De a startályba megy. Így van. Na, de hogy akkor igazoltan, az kapjon pénzt vissza, aki igazolta, már a tranzitba el tud menni. Akkor mi vagy lesz? Az kapjon ingyen üdítőt, vagy bármit, érted? Csekkolás előtt és után mérlegelés? Mint hát, a boxmeccseken? Mindig ott áll. Hát vagy a WC-s néni a reptéren ad egy ízét, egy kis papírt, róla, hogy megvolt. Tessék. Könnyített magán. Vagy az lesz, hogy súlytöblet lett? Ez akkor diszkrimináció, tehát 70 kiló fölött? Vagy a kopaszok például olcsóbban repülnek? Egyébként hát mindenképpen, mert nálunk... Azt a hajúakat pedig le kell kiszámolt, hogy hány kiló hajat röptettem meg egy évben, az is dollármillió, ugye? Én. Átlagosan egy üzemanyag, tehát a jegyárbévételük minden egyes dollárjának harmada állítólagosan üzemanyagra megy. Aha. Tehát ha azon tudnak spórolni, akkor brutális bevételük. Brutális bevételük lehet. Tehát könnyíteni akarnak az utasokon. Vagy erőszakkal, vagy okos ötletekkel. Én javaslom egyébként, hogy a 70 kg alatti felnőtt férfiakat is dotálják. Vajon miért? Nem is értem. De legyen már 80 kiló, mert ilyen 80 kg, legyen már az még jó. Na, az még jó. Vagyunk zárva, tessék. És elérjük azt, hogy megfogják, be kell írnod majd, akkor mikor... legyen a 120 kiló alatt. Csak amikor... De tényleg, én nem értem, hogy miért az utasokon spórolnak. Miért nem spórolnak? Vegyük végig. Tessék, nézzük meg. Nem tud már, ki kint spóroljon. Kiveszi a magazinokat. Éjjjön. Aha, jó. Az például tök jó. Kiveszi a monitorokat, majd kérdezd meg a stewardess, hogy éppen mi fölött repülsz, aha, meg milyen magasan vagy, mert egyszer megnézed ezt a táblát, azt soha többet nem akarod látni, most 16 000 lábon vagy. Nem? Mondja meg a pilóta, vegyék ki azt is. Tehát először azt nézzék végig, hogy ők mind tudnak spórolni, ne egyből az legyen, hogy most a kövérek fizessenek többet, érted? Meg azért, mert te kopasz vagy, menjél ki elsőbb, mert miért érsz te többet kopaszom, mint mi nagy haj. Spóroljon a társaság saját magukon, nem ennyivel könnyebb például szerintem egy baby doll, mint mondjuk az a fura összetett több rétegű ancug, ami a stewardesseken van, nem? Ez nagy ötlet. Azért az 3-4 kiló sztyuvinként, a ruha, ami rajta van, és egy ilyen könnyed baby dollal meg lehetne oldani. Nem rossz. És a kapitány pedig gatyában ülne. Én abszolút kivenném ezeket a nyakba akasztós, ha majd vízre szállunk, fújt föl. Tehát... Az a folklór része. A teljesen értelmetlen. Tehát 100-ból egy gép tud csak leszállni vízre, úgyhogy ne halljon meg ott senki. Igen. Na jó, de hogy... ha azon az egyen vagy, és megúszol. Jó, ez igaz. Ez igaz. Nem baj. Mit lehet még gépekből kivenni? Vagy hogy lehet még könnyíteni az embereken? Még nem az embereken akarjuk ezt bajtani, szerintem előbb-utóbb ki fogják tenni. Súlykorlátozás, ha 80 plusz vagy, 100 plusz vagy, akkor neked többe fog kerülni. Egyet megcsinálják. Hát szerintem a fapadosok azok... Most már tudod, elindult a fapadosoknál ez a kézipodgyász csökkentés. Igen. Te repül sokat. Aha. Hát az most már szemtelen, amit csinálnak. Hát, hogy ne vigyél. Tehát kitalálták az X méretűt, aztán kitalálták az X mínusz méretűt, most már semmit nem vihetsz föl, és azt is beleerőltetik egy ilyen kézipodgyász lepróbálóba, ami annyira irreálisan kicsi, hogyha fölviszed a gyerekednek a mackóját, azért is megbüntetnek. És mi történik? Állnak az emberek sorba, a nagyobb csomagokat azonnal kiszedetik, és megvan nekik mondva, hogy járatonként X-et kell behozni a kézipodgyász büntetésekből. Hát ráadásul ott van egy ilyen kis mutyis szag is a levegőben, mert hogy ami elviekben nem fér bele a formája miatt abba a bizonyos keretbe, az még térfogatra lehet ugyanakkora, aha, mint az, amelyik belefér. Csak hát tudod, igen, de vannak olyan gyártók, akik pont arra méretre gyártanak. Igen, és most már van saját, a légitársaságnak van saját kézipodgyász gyártó táskája, ahogy gyártas, de ebben, mert
ez ellen fog megbüntetni. Amúgy levettek 150 euróra, múltkor nem tudom honnan jöttünk haza, és nem volt nagyobb a táskám, csak nem tudtam abba beleforgatni. Mert hogy abba pont bele is kell tudnod ugye forgatni, ami teljesen írás megfogod, és így rárakod, és bele kell, hogy essen. És én ugye megállítottam, forgattam, hát elég kellemetlen, hogy 85-en állnak mögöttet. A baci pedig kézműves szakértő. Kérdés, hogy a pakolsz ott, tudod, a fasírtos zsemlét. Nagyon kellemetlen. De például miért nem veszik ki az ablakokat minden második helyen? Egy csomó embernél látom, hogy... Azt mondja, miért nem zárt? Mennyit lehet könnyíteni? Egy csomó embernél látom, hogy rohadtul nem érdekli, hogy hol repül. Az első dolog, amit csinál, felszáll, lehúzza, és alszik. Akkor meg minek? Horkol, alszik. És ez két vegyék ki az ablakot. Minden másik ilyen, ha ablak mellett legyen egy ilyen csereforgalom. Ügyját, én átülök. Ne. Rossz vagy, ideig jó voltál, meg várjál, könnyítesz, és el tudod adni a kilátásos helyeket drágábban. Mint a tengeren néző panoráma. Tessék. De azok se legyenek igazi kilátásosak, hanem legyen egy üveglap, mert rá van festve kint néhány felhő. Igen. Tessék, ráfest néhány felhőt, és ez a dolog, ez megvan. Tehát, hogy sok mindent lehet itt csinálni. Az anélkül, hogy egyből rajtunk kérnék számon, hogy mi most elmegyünk-e pisilni, vagy nem megyünk ki pisilni. Pillanatokon belül bevezetik ezeket szerintem. Van például dolgoznak a biztonsági rajta. Öv, ugye egy ilyen egyszerűsített van, mert csak a csípődnél kell áthúzni a biztonsági övet, és azon ez egy ilyen marha nehéz nagy fémcsat van, tudod? Ami könnyen oldható. Legyen helyette masni? Ne. Hát a nagyon jó masni. Én erre a műanyag gyors kötözőre gondoltam, ja, amit a villanyszerelők használnak. Az egy deka, érted? Azt bekötöd az elején, azt a végén jön a sztyúvi, levágja. Nézzük a nagyon vékony gumicsövek, ami a vérnyomás mérni. Felhúzod, az megkötöd. Az mínusz 15 kiló. Elüszkösödik a lábad, mire repülsz egy Budapest-Frankfurtod. Viszont nagyon könnyű. Vagy két nagyon strapai bíró gumipók, nem? És akkor az egész sort végig lehet vele kötni. Figyelj, jön a sztyúvi lepókhoz, az nem rossz azért. Érted. Hát, abban azért van játék. Kicsit beakad, fölét hajol, tehát az nem egy rossz játék. Hát nagyon kíváncsi vagyok egyébként, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Ez most még egy ilyen nagyon szolid dolog, hogy vegyük ki az olivát, nem? Föl se tudjuk. Vegyük ki az olivát. 5 bogyó volt eddig, most csak 4-et kapsz. Egyébként komolyan mondom, én tökre értem a fapadosokat, hogy nem adnak semmit. Tehát nehogy már ne bírják ki 2 órát anélkül, hogy ne zabálják. Mi ez a kötelező étkeztetés? Itt ezt érted? Hát mire felszállsz, mire... Meg ez régi történet, ugye luxus volt menni repülővel, tehát az nagy dolog volt régen. És akkor ott ehettél. És akkor ott az volt, hogy akkor ott eszel közben. De valóban nincs értelme. Nincs nagyon értelme. Hát most Olaszországban 2 óra, vagy másfél, hát most... Meg azért van néhány olyan fapados járat, ahol vagyunk egy társaság, ahol vagyunk be őszintén így tanástalanul körbenéznek, amikor valaki felvetni ezt a vegyük ki az olivát. Olivát. Volt nálunk valahol oliva. Igen. Na jól van. Hát ha valakinek még van javaslata, írja meg nekünk nyugodtan. Egyébként még csak az American Airlines gondolkodik rajta, de mondom már a fapadosok is tanulmányozzák a lehetőséget. Tehát lassan ilyen fegyenc járat lesz majd repülni, nem? Micsoda ízé van ott, ilyen értekezlet, gyerekek, mit tudom. Mit csináljunk még? Mit csináljunk még, igen. Szeretem, tudod. 6000 a Róma. Budapest-Róma 6000. Aha, oda-vissza. Igen. És mire valahogy beütsz mindent, amit szeretnél, addigra már 42000. Igen. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:48 múlt, pontosan 1 perc. Hello mindenkinek, jó reggelt. De jó volt az egyik kedvenc számom, az Anyway Walking. Walking, Jenny. Az jubi szit, már jubi hip, már smooth criminal. Így van, pontosan, ahogy mondod. Ez minden tínédzser így nyomta, igen. Hát akkor ugye hát úgy írtuk le, ahogy hallottuk. Úgy. Vagy még úgyse. Csokolom, Anyway van még? Igen. Mi van? Anyway Walking. Csekó. Ja, jó van. Itt vannak oldalt a turmix gépek. Mert akkor egyébként a keravilokba is lehetett igen. kapni. Nekem volt olyan 90 perces TDK kazettám, nem 60-as. Hát, volt. De krómos volt, ugye? Persze, szigorúan krómos volt. De milyen a TDK? TDK, 90-es. Polymerre futottam. Polymer volt? És ilyen menő mondtát, Polymer. De nekem volt BASF is. Bas kazettám is volt. Modern Talking, ugye, hát klasszikus. Yamaha, Yamaszó. És bele Y-nal Yamaha, kötője Yamaszó. A legnagyobb. Na, ezt megcsináljuk témába, igen. Arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy a légitársaságok könnyíteni akarnak. Tök komoly a dolog. Ugye az American Airlines kiszámolta, hogy egy oliva bogyó kivételével mit
tud spórolni. Ezt a cikket egyébként a 444-en találtuk, és hát elképesztő adatok jöttek ki. 40 ezer dollárnyi üzemanyag megtakarítás jelent egy olajbogyó kivétele az ételekből. A fedélzeti képernyő, ami 3 kilót nyom, 39 millió dollár. Az újságok utaztatását, ha leveszik, akkor azzal 5,7 millió dollárt spórolnak a magazinok reptetésével, ha azt majd nem lesznek magazinok. És ha pisil mindenki egyet még, ugye a felszállás előtt, akkor 2,1 millió dollárt spórolnak meg a 20 deka súlyvesztességgel fejenként évente. Tehát elképesztő adatok egyébként tényleg. És arról beszélgettünk, hogy mi alapján lehetne még spórolni. Egy hallgatónak nagyon jó ötletet támadt. Ő azt mondta, hogy vegyék el az aprót a felszállásnál mindenkitől. És írják föl, hogy ki mennyit adott le, és igen, a kiszállásnál adják vissza. De nem azt, amit a gépen utaztatnak, hanem ugye, amit oda szállítanak egy autóval. Az nem rossz. De mindenki leadja az apróját, ugye mennyi aprót viszel, ez is több kilónyi, egyébként nagyon jó ötlet, nem is tudom, hogy miért gondoltam. Nem viheted föl az aprót, fölírják, hogy a kettő án ülő ember leadott, nem tudom, 50 eurocentből, mit tudom én, 15 darabot, két 1 eurost, 2 eurost, és ez szépen utána visszakapott. Zseniális. Ezen spórolnak a legtöbbet, tehát milyen nehéz az apró, és senkinek nem jutott eszébe. Vagy mondják azt, hogy nem vihetsz föl apró pénzt. Tehát és mit csinálsz vele? Eldobálod? Tessék? Nem, vannak váltóautomaták, amiket kiraknak a tranzitbe, és szépen te 1 eurós, 5 eurós, 10 eurós azokat beváltod. Nem fogsz tudni mit csinálni. És hát mennyi pénzt 8 hiszel? Euróm van, és 15 eurócentem. Akkor bukó. Akkor bukó? Azt el. Akkor bukó. Aha. Tehát 5-ig tud adni papírt, a 3 egész nem hát tudom. Hát itthon is, ha eurót hozol haza, és eurócented van, vagy fémpénzed, azt nagyon nem tudod mire használni. Ja, mert igaz. Csak a papírt váltják vissza, tehát azt is elbukod. Azt írja egy másik hallgató, a pilóták szállásán is spórolhatnának. Egyébként tényleg. Aludjanak fönt a gépen? A Lufthansások például a Kempinski-ben laknak, ha itt vannak. Hát, ez komolyan adom ki, kérem magamnak, hogy rajtunk már olivabogyóval spórolnak, meg hogy vágasd le a hajad, mert könnyebb vagy. A pilótákat, meg a sztyúvikat, meg a legmenőbb helyekre viszik még mindig. Az mondjuk nem baj, ha ők kialusszák magukat. Jó körülmények között. Vagy aludjon a gépen, ott is lehet aludni, nem? Hát, Airbnb-zék őket is, vagy kanapészörföltessék. Mikor megjelenik a Lufthansának a négy csillag, vagy négy vonalas kis pilótája megérkezik. Vigyék el Verához a tegnapi hallgatónkhoz, aki ugye... Például. Hát nem. Hát kicsit valamit csináljanak. Egyszerűen lehetne spórolni a kerozinnal, a személyzetet cseréljék le törpékre, írja valaki. Eleve diszkrimináció szerintem, hogy eddig nem gondoltak erre. Hát, szégyeljék magukat. Hát miért ne lehetne egy stewardess is apró növésű, nem? Én ugyanúgy örülök, ha egy női stewardess, aki apró növésű, nagyon keményen helyre tesz. Hát sőt, még egy kicsit jobban is. Valaki szórakozik. Ott áll előtted. Az egyik fapados megpróbálta engedélyeztetni azt, hogy csak álló helyekre ad ki ugye engedélyt, kiszerelni a székeket, aztán nyilván a légügyi hatóságok nem engedték, de volt ilyen típusú törekvés, hogy legyenek álló helyek a gépeken. Ezt azt hiszem talán a Ryanairnek a vezetője vetette föl, aki egyébként híres arról, hogy úgy küldi föl a gépeket, hogy csak minimális kerozin van benne, és azt mondta, hogy nyugi, nem lesz semmi, nem fognak leesni. Így-a. És már szóvá tették a hatóság, hogy kicsit többet kéne a gépekbe tenni, mégiscsak történhet valami. Hallod? Igen. De ő ezzel a nagyon pimasz, nagyon szemtelen szemléletével vett. Hát az írfapadosnál szerintem egy külön szekció van, ami csak ezzel foglalkozik. Ott az valószínűleg az a leginnovatívabb osztály. Igen, de ő azt mondja, a provokáció is reklám, ő kitalál olyan dolgokat, nyilván ennek a fele ugye marketing, tehát olyan elmeháborodó dolgokat vet föl az mit a pali. Mit mondott arra a felvetésre a csávó, amikor mondták, hogy azt mi van, hogy hát kell repülni a másik reptére, mert mondjuk Budapesten vihar van, és Bécsben kell leszállod, hogy oda átvitorlázik? Nem mondta, hogy azért van elég. Aha, ja, tehát annyi van. Van elég, igen. Megoldják a légi utántöltést. Szerintetek milyen nehéz lett a stewardessek ruhája? Javasolnám a jóval könnyebb bikinit. Így van. Jani kicsit erotikus, abvonalra csúszott rá. Én jobban szeretem, hogyha már itt sejtet is valami. Ja. Tehát, hogy valami legyen. Itt van a hallgató, mint Krisz írta, hogy azt lehetne, hogy az apródat leadod, és a másik reptére megkapod. Nagyon az aprónál nehezebb, kisebb dolgot nem találsz. Egyébként az ötlet tényleg zseniális. Van, aki azt írja, a kevesebb üzemanyag, kisebb súly. Ugye? Hát nem kell annyit tankolni a gépbe, és akkor nem is fog annyit fogyasztani. Mindenki borotválja le mindenét. Azzal is lehet spórolni a gépen, ezt Roli kérje. És akkor átmész ezen a röntgenen, tudod, ahol ugye mindened látszik, aha, és megmondják, hogy uram, ne haragudjon, ön nem csempe. Bevonulsz a borotváló szobába, mint a dohányzó szobába, és emberek ott borotválnak. Igen.
És akkor végig kérdezgetik az embereket? Vagy nem, hogy átküldenek egy kapun, ahol ezt megnézik. Ami kimutatja a szőrt. Szőrkapu. Na, igen, és akkor lenne kulakapu. És egy belegő borotvával várnak a másik oldalán. Egy Schwabi meg a Baumgartner azért bajban lenne, nem? Elnézést, uram. Szedjél aját. Ez csak a szemöldököm, uram. A büdös francba megint késünk. Miért? Schwabi. Schwabi borotválja a szemöldököt. Egyébként tényleg, jók az ötletek. Néhány éve a KLM-nél voltak hasonló súlycsökkentési törekvések, tök komoly az SMS, ők például a szalvéta réteg számának csökkentésével is kimutatható összeget spóroltak, írja Zoli. Ugye kevésnek tűnik, de ha összeadod az X szalvétát, ami 200 ember vagy 300 ember a rohadt nagy KLM gépeken, és ezt megnézed egy évben, hogy ez hány kiló, hát az is több száz kiló, ami kijön egyébként. Tehát, nagyon, nagyon sok, és ők ezzel egyébként kimutatható összeget spóroltak, hogy írja egy hallgató. Nagyon jó. Legyen egy nagy mosható. Vászon törlőkendő, ami törbejárt. Igen. Előre dobják, megtörlőmat, hátra dobod. Léci, köszi! Igen. Pénzbedobós ablak, csak oda megint aprót kell vinni, de ez jó. Néhány helyen, hát ahol bedobod. Hát az a tudsz keresni, ott lemegy. Igen. Megkaphatok helyet egy ilyen mitre műanyag tokeneket, amiket be kell dobni. Igen, a fejtámráról vegyék le a textilt, a lábtartót vegyék ki, tedd a földre a lábad, tökéletes. Aha. Egyébként. Bödön sem kell. Mármint, hogy gondolom, bőröndöt akart érni. Mindenki vigye a ruháját kukazsákba. Egyébként tényleg minek annyi sztyúvi? Miért nem a sztyúvikon csökkentenek? Minek annyi sztyúvi? Túl van hype-ol ez a dolog. Az elején egy a végén, elmagyarázza, hogy tudod a kijáratokat. Most beáll az elejére, azt mindenki látja. Azért, állnak egy, azért áll valaki középre, hogy aki nem lát messzire. Na minek az? Nem? Mert két oldalról támadnak árusításkor. Igen. De az is legyen önkiszolgáló, nem? Mindenki menjen előre. Tényleg, és akkor van egy kis pult mögött, tényleg. Egy sztyúvi állna. Elhúzza a fő, megnyílik a pult, kicsapja a pultot, fölrakja rá a cuccokat, előre lehet menni, és meg vagy. Igen. Nekem tetszik a radikálisabb módszer és a beöntést mindenkinek. Még a tranzit, még a tranzitban. Nekem ez tetszik. Uram, legyen szíves gyertyapozba fölmenni, így meleg víz, egy kis kamilla virágat, nem fog minden fájni. Minden van, oké, legyen szíves megfordulni, jó. Most befogom az órát, nem fog fájni, nyomjom. Nézze, uram, az indiaiak hetente csinálják, lébőt kuráknál higgyel egészséges. A csövet még nem használtuk, megtenni, hogy fölmegy gyertyállásba. De azért lenne néhány sikoltozó utat. Jelszavunk, tiszta bél, olcsó út. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.